Vállalkozásfejlesztés. A polgármester szerint nincs sikeres város sikeres vállalkozások nélkül. A folyamat elindult, korszerűsödik a közvilágítás, és újraindul a panelprogram is. Megtáltosodott a Deac, hat mérkőzés óta veretlen az egyetemi kosárlabda csapat. Jó estét kívánok, kezdődik hírműsorunk a napszemle, már is mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Nincs sikeres város, sikeres vállalkozások nélkül, hangsúlyozta Pap László polgármester a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége mai Debreceni Fórumán. A városvezető azt is elmondta, hogy még idén elindulhat a kis- és középvállalkozások ipari parkjának kialakítása a déli gazdasági övezetben. A három és fél évtizede működő vosznak ma már 28 ezer tagja van, ebből több mint száz hajdúbiharban. Debrecenben 8 éve külön önkormányzati szervezet is dolgozik a gazdaság fejlesztésén, amelynek eredményei már látszanak. Megjelentek a jövő iparágai is a városban, a következő évek feladata pedig a kis- és középvállalkozások, illetve a multinacionális cégek közötti üzleti kapcsolatok további erősítése, mondta Paplászló. A polgármester hozzátette, ezt segítheti az az egyedülálló ipari park is, amit a kisebb és közepes méretű vállalkozások számára alakít ki az önkormányzat. A déli gazdasági övezetben a kormány támogatásával nagyon jelentős infrastruktúra fejlesztési folyamatokat indítottunk el az elmúlt években. Ebben az évben hozzá tudunk kezdeni a KKV Park első temének infrastruktúrális fejlesztéséhez az ezzel kapcsolatos kormányzati döntés nem sokára meg fog születni. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége is kiemelten kezeli a vállalkozás fejlesztést a következő években, mondta Eppel János a szervezet elnöke. Ehhez pénzügyi forrásokat biztosítanak majd, és kiépítenek egy országos irodahálózatot is. Ez alkalmas lesz a Széchenyi Kártya program ügyintézésére, szakértői tanácsadásra és találkozási pontként is szolgál majd. Hisszük azt, hogy a szolgáltatások bővítését, a vállalkozásfejlesztést, a VOSZ népszerűsítését, a vállalatok jobb érdekképviseletét, egy magasabb szintű tanácsadói munkát csak ezekkel a, az új létrejövendő irodákkal tudunk, tudunk elérni. A VOSZ 2026-ig terjedő stratégiájának fontos eleme a minél szélesebb körű együttműködés kialakítása a kormányzattal épp úgy, mint a településekkel. Emellett innovatív digitális megoldások alkalmazását is tervezik a szervezet szolgáltatási színvonalának további emelése érdekében. A világszerte elismert és alkalmazott nemzetközi menedzsment keretrendszer az EFQM modellel, valamint az ezen alapuló nemzeti kiválóság elismerési rendszerrel is megismerkedhettek ma az érdeklődő vállalkozások a megyei kereskedelmi és iparkamarában. A fórumon tájékoztatást kaptak a cégvezetők a nemzeti kiválósági díj, valamint a most létrehozott NKER északalföldi regionális díjról is. Debrecen regionális pozíciója folyamatosan erősödik, ebben szerepe van a hazai mikro, kis és középvállalkozásoknak, valamint a multinacionális cégek leányvállalatainak is. A 80-as években jött létre egy már a világszerte elismert keretrendszer, amely segíti a cégek teljesítmény növelését Magyarországon is. Erről is szó esett az IFQM a fejlődés útján elnevezésű konferencián, ezen a modellen alapul a nemzeti kiválóság elismerési rendszer is. Egy olyan tanúsítási vagy minősítési lehetőség a hazai vállalkozások számára amely segítségével egy folyamatos fejlődési utat tudnak bejárni, és egy folyamatos fejlődési lehetőséget kínálunk a számukra. 2021-ben jött létre a Nemzeti Kiválóság díj is. Skultét Éva, a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára azt mondta, összefogva a régió kamaráival biztosítják a vállalkozások számára a lehetőséget a megmérettetésre, és létrehozzák a Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer észak-alföldi regionális díjat is. Mi sem természetesebb, mint hogy a kamara legyen ennek a központi szervező ereje. A régióban, és terveink szerint az EFQM megújuló minősítési rendszeréhez tudnak majd csatlakozni azok a vállalkozások, amelyek szeretnének a nemzetközi szintéren is megmérettetni. A Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer két oklevelét is átvehették a mai rendezvényen. Egyikük Sutka Sándor a Panongár ZRT elnöke azt mondta, ez munkájuk komoly megbecsülését jelenti. Azt igazolja, hogy az eddig megtett intézkedések, amivel a minőségi szolgáltatás érdekében tettünk, integrált irányítási rendszer bevezetése, a szervezet folyamatos fejlesztése, innovációk bevezetése, gyakorlatilag önmagukért beszélnek. A tervek szerint az egyetemi tudásbázisra és a kamarai hálózatra támaszkodva Debrecenben hamarosan létrejön egy kiválósági központ is. Újabb népszavazási kérdéseket adtak be a Debreceni Akkumulátorgyár ügyében. Március 3-án két magánszemélytől újabb népszavazási kezdeményezések érkeztek a helyi választási bizottsághoz. Ezek elbírálására ugyanúgy 30 napja lesz a testületnek. Három népszavazási kezdeményezést Fónai Né Pásztor Enikő indított, még egyet Bíró Zoltán. A kérdések vagy a CETL akkúüzeméhez kapcsolódnak, vagy a Debrecen közigazgatási területét érintő beruházásokhoz. Ha a Választási Bizottság jóvá hagyja a kérdéseket, a kezdeményezőknek 33.865 támogató aláírást kell összegyűjteniük ahhoz, hogy a Városi Közgyűlés kötelezően kiírja a helyi népszavazást. Jelenleg öt helyi és egy országos népszavazási kezdeményezés van folyamatban akkumulátorgyárükben. Elindult a zöld átállás Debrecenben, folytatódik a civakva és újraindul a panelprogram, fejlődik a közvilágítás és zöldül a közlekedés. A város terveit a környezetvédelmi ügyekért felelős alpolgármester foglalta össze a Future of Debrecen TV legújabb adásában. Jól halad a Civakva program első ütemének kivitelezése. A tervek szerint november végére megérkezik a víz a Tócópatakba. A közelmúltban a vezérutca térségében 1,2 hektáron alakítottak ki egy kiegyenlítő víztározót, illetve szinte teljesen elkészült egy 15 kilométeres vezetékrendszer. Ezek mellett többek között felújítják a rendszer vízellátását biztosító szivattyútelepet telepet és növelik a kapacitását a kivitelezéssel párhuzamosan zajlik a második ütemnek a tervezése is. A 2A programhoz 500 millió forint áll rendelkezésre. A további folytatáshoz a költségvetés biztosítja azt a 700 millió forintot, amivel már a vekerítóig fog eljutni a tervezés. A Civakva program első ütemének köszönhetően jelentősen javul Debrecen vízmérlege. A panel program 500 millió forintból indul újra, ami jelentősen csökkentheti a szén-dioxid kibocsátást és az energiafelhasználást a városban. Ezt támogatja a közvilágítás megreformálása is. Az első ütemben csaknem 6 ezer darab lámpatestet cserélnek ki ledizzókra, ezzel évente 700 tonnával csökken a széndiokszid kibocsátás. A cél egy okos rendszer kiépítése, amivel szabályozhatóvá válik a fényerő és így az áramfogyasztás is. A megtakarítást további lámpatestek cseréjére forgatják vissza, így 10 év alatt mind a csaknem 25 ezer lámpatest korszerűsítése megvalósulhat. Büszkék vagyunk az erődeinkre. Ők voltak azok, akik 1939-ben egyes sorszámba, jegyezték be a védett természeti területek törzskönyvébe a Debreceni Nagy Erdőt. Szeretnénk ezt az örökséget továbbvinni, és jobb állapotban átadni a város utódainknak, gyermekeinknek, unokáinknak, mint ahogy azt elődeinktől kaptuk. Mindent azért teszünk, hogy ez így történjen. A környezetvédelmi ügyekért felelős alpolgármester hozzátette, fenntartható munkahelyeket és az átállást támogató ipari fejlesztéseket szeretnének ezek mellett a közlekedés zöldítése is fontos cél. Árváltozás lesz szerdán a kutakon, múlt péntekhez hasonlóan most is csak a gázolajára emelkedik. A holtankolyak.net tájékoztatása szerint holnaptól literenként 6 forinttal drágul a gázolaj. A 95-ös benziné most sem változik, így amennyiben érvényesítik a kutakon a nagykereskedelmi árváltozást, akkor dízelt átlagosan 624 forintért, benzin pedig továbbra is 605 forintért tankolhatunk. A hazai töltőállomások árai között egyébként 40-50 forintos különbséget is tapasztalhatnak az autósok. Nemzetközi vállalatok is támogatják a Dorkász szolgálat munkáját. Ők a helyi rászorulók és idősek mellett a háború elől Ukrajnából menekülőkről is gondoskodnak. Ma a Dorkász egyik rendszeres támogatója a Transkozmosz adtált adományát. Zsákokban, dobozokban sorakoztak az adományok a Transkozmosznál. A cég dolgozói többek között ruhákat, valamint higiéniás és tisztító tisztítószereket gyűjtöttek. A vállalat egy éve működik együtt a Dorkász szolgálattal. Ennek részeként önkéntességgel és két hetente különböző felajánlásokkal támogatják a szolgálatot. Nekünk elértük azt a, azt a fázist most már ebbe az együttműködésbe, hogy ez egy ilyen automata rendszer, tehát minimális felhívás nélkül is ez az adománymennyiség két hét alatt összegyűlik, mert ez már annyira mindennapja inkább vált, hogy, hogy segítsünk, mert segíteni jó. A szállítmány a cégtől egyenesen a Dorkász befogadó központjába került. Itt jelenleg csak nem 200 hátrányos helyzetű emberről gondoskodnak, akik az orosz-ukrán háború elől menekültek Magyarországra. A szolgálat tevékenységét több nemzetközi vállalat segíti. A Dorkesz szolgálat menekülteket támogat itt a befogadóközpontban, illetve családokat is időseket Debrecen környékén. És azok a ruhák, tisztítószerek, amik most például a Transkozmosztól érkeztek, ők fogják, ők fogják hasznosítani majd. Mi ezeket kiosztjuk, és így a kicsit a hátrányos helyzetükön tudunk segíteni. A Dorkesz hamarosan elindítja a hagyományos kékvödör akcióját, aminek részeként húsvétre gyűjtenek majd tartós élelmiszereket a rászorulóknak. Tudásunkkal kézen fogva ezzel a címmel szervezett szakmai napot a Nemzeti Művelődési Intézet Harvár megyei igazgatósága népművészeti egyesületekkel együttműködve a környéken tevékenykedő népművészeti csoportok számára. A Hajdósámsoni programra, amelyet kiállítás is szénesített, csak nem 20 település képviselői érkeztek. 2020-ban a koronavírus járvány idején hozta létre a szakkörprogramot a Nemzeti Művelődési Intézet. Ez a népi kultúra mesterségeinek megőrzését és átörökítését szolgálja. A mai szakmai napra csak nem 20 hajdu bihari településről érkeztek szakkörtagok és közművelődési szakemberek. Kifejezetten az az egyik célja ennek a programnak, hogy a új közösségek jöjjenek létre, közösséget erősítsen meg, és a szakkörben működő közösségek jó példáit a település mintaként használja, és a többi közösség számára is megerősítő tényezőként jelenjen meg. A konferenciával egybekötött szakmai napnak Hajdusámson adott otthont ahol rendkívül aktívak a tárgyalkotó népművészettel foglalkozó közösségek. A népi hagyományőrzés, népi kultúra és népművészet területén nagyon aktív közösségeink vannak itt Hajdúsámsonban, akár csak a Muskátli Népdalkör, vagy akár csak az Öltögetők klubja, hogyha a legnagyobbakat tudom említeni. A Vármegyei Önkormányzat 2019-ben indított közösségi identitás képző és erősítő programokat. Ezen több mint 60 ezeren vettek részt. A Hajdu Önkormányzat elnöke beszámolt. A program eredményeiről, és ismertette az idei terveket. Ebben az évben közel 300 rendezvényt szeretnénk rendezni. Ehhez az kell, hogy azok a közösségek, akiknek a képviselői is itt vannak most, fogalmazzák meg, hogy ők milyen programot szeretnének megvalósítani. Ebbe szeretne a vármegyei önkormányzat Vár segítséget adni. A program előadásokkal folytatódott, az érdeklődők pedig megtekinthették a szakköri munkákból készült kiállítást is. Elképesztő változáson ment át az utóbbi hetekben a Deac kosárlabda csapata. Az idényben bukdácsoló, sokszor hektikus teljesítmény nyújtó együttes hat mérkőzés óta veretlen, és reális esélye van bejutni a rájátszásba. A siker megalapozója január közepén a csapat élére kinevezett vezetőedző Ángyel Komándics. Elképesztő izgalmakat hozott a Deackos kosárlabda csapatának legutóbbi hazai mérkőzése a Zala kerámia ellen. Ángyal Mandic együttes a rendes játékidőben jelentős hátrányból előbb döntetlenre mentette, majd a hosszabbításban meg is nyerte a bajnokit. Az a siker volt a Debreceniek zsinórban ötödik győzelme, az előző hétvégén pedig a Szeged otthonából is elhozták a két pontot. A Deac egyik húzó embere Mócsán Bálint, akit kiemelkedő játéka miatt nemrég a válogatottba is meghívtak. Az edzéseken is és a meccseken is ez, ez látszik, ez tükrözik, hogy felszabadultak vagyunk, és a, és a kétséges szituációkban is végül is a jó döntéseket hozzuk, bízunk egymásban. És ezáltal tudjuk ugye behúzni, behúzni ezeket a kiki meccseket is. A veretlenségi séria egyik megalapozója a vezetőedző Andiak Komandics. A gyenge szereplés miatt David Dedeket január közepén menesztették, őt váltotta a Kispadon a szerb szakember. Irányításával az együttes az eddigi összes bajnokját megnyerte, és reális esélye van bejutni a rájátszásba. A playoff a, a, a prioritás, tehát 8-ba jutni, csak az, az tényleg még. Közelebb vagyunk, mint voltunk, az igaz, de az még tényleg nagyon-nagyon messze van. Tehát van még négy meccs hátra, négy nagyon nehéz meccs, ami jó, hogy a sorsunkat a saját kezünkbe tartjuk. A Dehaca következő mérkőzését szombaton körmenden játsza. Ha a csapat folytatja a győzelmi szériát, akkor karnyújtásnyira kerül a rájátszástól. Debreceni rangadót rendeznek szerdán az MB3 keleti csoportjában. A DVSC fiúk csapata a Deacot fogadja a Nagy stadionban. A felek eredetileg a nyitófordulóban találkoztak volna, de azt a meccset végül elhalasztották. A kisloki a hetedik helyről várja az összecsapást. Egy győzelemmel viszont beérné pontszámban a negyedik helyen álló ellenfelét. Az őszi mérkőzésen a Deac 2-0-ra győzött a Dóci utcai sportkampuszon. A csapatok mostani formája alapján azonban abszolút három esélyes a párharc. A találkozót szerda délután két órakor rendezik a nagyerdei stadionban, melyet a Debrecen Televízió élőben közvetít. Hamarosan az esti közelkép jelentkezik, Pocsa István kollégám már várja önöket. Szia, kik érkeznek hozzád ma este, milyen témákkal készültél a nézőknek? Szervusz, köszöntöm a nézőket! Ma esti vendégem Fexi Gergely, az EDC Debrecen vállalkozás fejlesztési vezető szakértője lesz. A téma pedig a helyi KKV szektor a szakértővel a kis- és középvállalkozások számára nyújtott ingyenes képzésekről és azok gyakorlati hasznáról beszélgetünk. Mindjárt kezdünk, maradjanak velünk a napszemle után is. Köszönjük! Eddig tartott ma a napszemle. Keressék riportjainkat a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen és a Dehír mobil applikációján. Híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Szép estét kívánok viszontlátásra!